Ez itt a leghalálosabb Minecraft börtön, az Exilu. Szerver legvédettebb helye, ahol a legveszélyesebb dolgokat tartják fogva. A múltbéli tetteim miatt engem is bezártak ide, ezért csak egy célom van. Méghozzá az, hogy kiszabaduljon. Miután elfogtak minket, bevitték a csapatunkat a börtönbe kialgatni, és megfosztani minket az utcainktól. Üdvözöllek titeket az Exilumba. Hol? Ez? Hát ez a lehető legjobb hely, ahol kerülhettek Spirit SMP-n belül. Ott mögöttetek van egy Ender Chest. Arra kérem benneteket, hogy ami benne van, azt szedjétek ki. Meg volt minden, indulhat az új életetek a Spirit SMP-n. Ez volt az első napunk a börtönben, de már az járt a fejemben, hogy hogyan tudnánk kiszabadulni. Az Exilum pár száz blokkra volt megtalálható a Spawn-szigettől, viszont ez nem könnyíti meg a kijutást. Több őr és alaposan megépített biztonsági rendszer veszi körbe a börtönt, szóval külső segítségre lesz szükségünk. Eltelt az első napom, és másnap az Exilum egyik őre várt engem az újraéledésemkor. Üdvözöllek a szobádban. Nézz körül nyugodtan. Mit szeretnél? Én igazából csak azt akarom, hogy továbbra is játssz a Spirit SMP-n. Szóval gyere! Miért? Én megadom neked az esélyt, de tudsz továbbra is játszani a szerveren. Akkor gyere! Nem tudom, mit szeretnétek tőlem, de... Mi ez? Ez? Ott van Zylin, nézd! Itt azért dolgoztok, hogy kapjatok enni. A szerver eleje óta tűrtük a névtelenekkel, meg a többiekkel, amit itt leműveltetek, mint léleklopók mindnap. Szeretnénk nektek megtanítani, hogy hogyan is kéne viselkedni egy SMP-n. Itt támadt egy ötletem. Mivel az összes őr el van foglalva Zylinékkal, ezért is simán el tudnék futni a kiárat felé és kiszabadulni. Biztos, hogy ti azt hiszitek, hogy én dolgozni fogok nektek? Hát muszáj lesz. Gyere csak vissza! Ez természetesen nem sikerült, viszont ezzel magamra haragítottam az egész börtön. Innentől csak szigorúbbak és szigorúbbak lesznek velünk. Kattos! Jó reggel! Eljött a harmadik nap, és te még nem tudod, de nagy nap a mai. Vidám nap lesz, úgy mint az összes többi. Nem szeretném ezt a vidám napot. Csak dolgoztattak, kínoztak és dolgoztattak. Egy szabad napunk nem volt. Minden egyes nap kitaláltak valamit, hogy megkeseríthessék az életünket. Ezt nem hagyhatjuk. Újabb napra virattunk. Mit szeretnél már megint? Mit szeretnék? Hát megint egy jó, érdekes, vicces nap fog jönni. Már itt vagy, hú, nem tudom hány napja. Nem is tudom megszámolni, de a mai nap az jó lesz. Most valami új dolog lesz. Túl sok ideje vagyok itt, nem szeretnék már itt lenni. Jó, hát ez változni fog. Még bír ki. Miért változna? Miért változna? Nem változik itt semmi. 20 akárhány napja ugyanitt vagyok, és ugyanúgy halok meg. Ez holnap változni fog, de az túl kell élned a mai napot. Ezt érdemeltétek ki. Gabi, egyszer ez a fák is el fog égni. Egyszer te is elégsz, és egyszer én is el fogok égni. Egyszer a béke is el fog égni. Én szerintem a béke az örökké fog égni. Úgyhogy majd meglátjuk, kinek lesz igaza. Gyere! Első látásra a mai nap is olyan volt, mint a többi. Elvittek minket horgáztatni, hogy kaját szerezzünk nekik, viszont amikor megláttam a helyszínt, támadt egy ötletem. Szóval mondom a tervet. A szerveren bent van egy plugin, amiben hogyha megölsz valakit, akkor az a valaki csak akkor élethet újra, hogyha a gyilkosa úgy akarja. Ezt a mechanikát kihasználva, hogyha megöletem magam Zylinnal, és ki sikerül rakni engem arra az egy blokkos vízre, akkor talán ki tudok bagolni a külső blokkra, ahol szabad lehetek. Akkor még boldogabb hely lenne ez az Exilum. Ja, tele van, nem boldog az a hely. Hát... Szálljunk ide! Ejkás! Menj! Menj! Tartos kirakták! Gyertek! Úristen! Fenyő! Akarsz még valakivel beszélni? Fenyő! Gyertek! Már akarsz meg! Gyertek! Gyertek! Úristen! Úristen! Tartos kirobban! Mi? Nézd! Az előbb itt valamelyik blokkot elkezdték ütni. Ha itt lesz mögötte, akkor nem tudom, lottó. Kudarc. Az egyetlen esélyünk is elveszett. Viszont a remény hal meg utoljára, mivel van egy belsős emberünk. Az egyik őr Staken. Miután megtudta, hogy a rabokat nem csak elzárják, hanem kínozzák is a börtönben, egyből kiszállt és a mi oldalunkra áll. Elment tárgyalni az egyik még szabadon lévő csapattársunkkal, Kovicszal. Mi a helyzet, Benny? Na, szóval, ma az Island-t bementem. Annyit láttam, hogy a drummer meg a dobó ezt kínozza meg ilyenek. Nekem van kulcsom a börtönhöz meg ilyenek. De... Mármint mi? Az Exilumban kínozzák az embereket? Igen. Hát ja, azt mondta a hír, ez igen. Ellen állt felő is. Már ugye információt akarnak kiszedni az emberekből. De, és ezt kínozásra érik el. Szóval ugye holnap beszeretnétek törni. Uh-huh. És ugye hát én bell leszek.
és belőle tudnék segíteni. Például kivillámböket hozni. De várj, akkor te vágod így teljesen ebből hát a és... Volt egy rész, amit én építettem, szóval. Jó, no, akkor lesz, ami lesz, én azt mondom aztán. Ha te itt vagy, akkor nekünk majd tudsz segíteni. Májt akartam bizonyítani. Végre eljött a nagy nap. Viszont nem csak a kiszabadítóim készültek erre a napra. Szia Kattos, szia Gabi. Látom, azért elég jól áll rajta ez az öltöny. Szerintem méltó az utolsó napra. Mert aztán mi lesz? Hát mai nap egy nagyon különleges nap lesz. Egy újabb boldog nap az Exilumban? Igen, igen, egy újabb boldog nap az Exilumban. Ráadásul a legboldogabb nap az Exilumban. Ezután felvittek minket egy úgynevezett utolsó vacsorára, ahol az egyik kör próbált belőlünk dolgokat kiszedni. Természetesen az itt nem sikerült nekik, ezért levittek minket az egyen lejjebb lévő kihallgatószobába, és minden egyes társamat egyesével kihallgatták. Most pedig én következtem. Hallottad, mi történt a többiekkel? Láttad a csatom? Persze, hogy ne láttam volna. Jó, hát nálad lehet kicsit hosszabb lesz ez a folyamat, de miért potisztál? Menjél ki! Menjél ki! Dogó, tartsad őt kint! Jó, így lesz a jobb. Oké. Akkor, hát figyelj, kezdjük, menjünk vissza az időbe mondjuk úgy nyárig, amikor indult a szerver. Mi? Ki? Öljétek meg? Megjöttek. Kubikszek sikeresen betörtek a börtönbe, és elszabadult a káosz. Börtönben történt káosz után az őröknek csak egy feladata volt, méghozzá az, hogy minél messzebbre kimenekítsék a lelkeinket. Ezért hát elvittek engem a spawnon lévő hajóhoz kihallgatni, ahol minden kezdődött. Milyen érzés újra itt lenni a hajón? Hát egy kis nosztalgia trip amúgy, szóval az én faggatásom elmaradt. Pedig lett volna esélye, de belekavartak a csapattársaid. Rajta. Szeretnéd folytatni? Rajta. Kezdjük az elejéről. Nem tudom, hogy még emlékszel, amikor elindult a szerú, de igaz-e, hogy levadászta az egész szervert? Igaz. Igaz-e, hogy fogságban tartottad Hero Warriors? Gyors, igen, nemes válaszokat szeretnék. Igaz. Igaz-e, hogy minden erőddel akartad nyomni a névteleneket? Igaz. Igaz-e, hogy megbántad a lélekropostát? Igen. Igaz-e, hogy a NEP mindenkit kizárt az endből? Nem. Nem biztos, hogy... Ti is bejutottatok az endbe. Tehát kizártunk titeket? Nem. Jó. Jó, hát ez nem lesz jó amúgy, nálad se az a helyzet. Minden tökéletesen a terv szerint haladt. Elég időt húztam el ahhoz, hogy Döbbenék le tudják foglalni a többi Exilumört. Gabiék pedig még mindig mit sem sejtettek arról, hogy Staken áruló. Szóval Staken felkészült, és akcióba is léptettük a végső szökés tervünket. Hey. Hey. Staken! Staken! Szedd fel! Ajaj, ez nem jó. Mi történt? Ez nem jó. Bazd meg! Ne! Ne! Hogy nem hal meg? Ne! Jó! Staken! Staken, menj el! Visszatér. Staken ellopta a lelkem, és újra szabad ember lehettem, szabad levegő. Már csak egy dolog forrt a véremben, a bosszú. Minden, amit tettek velünk, az összes borzalom, az összes kínzás, most mindent visszaadok. Viszont ekkor elfogott engem egy gondolat. Biztosan helyes ez? Még nem tudom. Az egész szerver során csak azt keresem, hogy ki is vagyok valójában, de még mindig nem érzem úgy, hogy megtaláltam volna. Mivel még fogságba tartották a csapattársainkat a névtelenek, ezért összehívtunk velük egy utolsó tárgyalást, amit megpróbálunk majd velük békét kötni. Mit szeretnétek tárgyalni, vagy miről szeretnétek tárgyalni? Békéről. Arról, hogy lezárjuk ezt az egészet. Ezt lezárni? Ezek után? Hát ez úgy rossz, ahogy van. Miért kéne nekünk odaadni nektek a maradék lelkeket? Nem látjátok, ugyanazok lettetek, amik mi voltunk? Hát én nem látom, mert ameddig el voltok zárva, pont hogy addig volt béka a szervem. Konkrétan felcserélted a szerepeket. Hát én ezt nem így láttam. Hát figyelj, én még mindig nem látom ebbe, hogy... Ugyanazt csináltuk, mint ti! Bajba voltatok, hogy ti megépítettétek az Exilumot. Mi bajba voltunk, mi szétszedtük az Exilumot. Látod valahol a különbséget a kettő között? Mindegyik oldal békét akar, mi is, ti is, de mind a ketten máshogy látjuk ezt a békét. És mind a ketten azért tettük ezt a cselekményt, hogy közelebb kerüljünk a békéhez. Szerintem van egy jó ötlet, amivel el tudjuk dönteni ezt a konfliktust. Találkozunk egy hét múlva az endben, és ott eldől minden. Névtelenek, a NEP ellen. Dobjátok vissza az egyik lelket, és benne vagyunk. Nem csak az egyik lelket fogjuk odaadni, odaadjuk mindkettőt, mert mi a névtelenek vagyunk, és mi csak békét akarunk. Jó, adjátok a lelket, azt egy hét múlva találkozunk az ember. El is telt az egy hét, és eljött a végső harc napja. Elmentem a Kovics által megadott koordinátákra, és találkoztam, talán utoljára, a NEP-pel. Nagy nap a mai! Ugye látom, mindenki egyenruhába jött, viszont egy dolog van hátra. Megnyerni ezt a harcot,
és bebizonyítani egyszer és mindenkorra, hogy végig nekünk volt igazunk. Szóval, készen álltok? Készen állok. Fastrox? Készen állok. Zylin? Készen állok. Taken? Persze. Készen állok. Készen állok. Tervünk a következő volt. Xylin csinált nekünk egy texture packet, amivel hogyha átnevezünk egy cell darabot, akkor egy bizonyos színre változik. Ez azért volt hasznos, mert így meg tudtuk különböztetni magunkat az ellenségtől. Sziasztok! Ez a nap is eljött. Ez a nap is eljött, Gabi, igen. Én azt mondom, hogy akkor ezzel zárjuk ezt le egyszer és mindenkorra. Srácok, menjünk! 30 years of pain, 30 years of fear, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hope, 30 years of anger, 30 years of pain, 30 years of thirty years of maybe, 30 years of later, 30 years of fight, 30 years of anguish, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fight, 30 years of anger, 30 years of pain, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of hope, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of fight, 30 years of anger, 30 years of pain, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of hope, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of fight, 30 years of anger, 30 years of pain, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of hope, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of fight, 30 years of anger, 30 years of pain, 30 years of fear, 30 years of anguish, 30 years of hope, 30
now. You don't have to fade. You'll never be loved. You'll never be saved. Might as well give up. Not running away. You don't have to guts. You're the one afraid. I'm the one in charge. I'm taking the hell. I'm taking the. Nyertünk. Viszont még volt egy utolsó mondani valam Gabinak. Hát hogy néz ki akkor? Figyelj, nekem nem változott az álláspontom leppel kapcsolatban. De miért? Nem érted, hogy ezt a harcot sem mi akartuk. És addig, ha megnézed a szerver történelmét, mindig azok vesztettek, akik harcot akarták. Az a baj, hogyha most nem harcoltunk volna, nem tudom milyen sors várt volna a szeróra. Hát így se fog jó sors várni a szerverre. Ugye eddig mi szenvedtünk, most pedig itt az idő, hogy ti szenvedjetek. Felhívtam 100 játékost a szerverre, akik mind a mi oldalunkon harcolnak, és csupán egy célunk van. Méghozzá az, hogy megöljük az összes névtelent örökre, és örökös káoszba feszítsük a szervert. Viszont ha bármi is valósulna el, elrejtettem egy időgépet a mappon, ahol minden visszafordít. Mit csinálod? Megyek haza! Beszéljük meg! Ezután elmentem találkozni a 100 játékossal, hogy megbeszéljük a haditervünket. Na! Mondom a tervet! El van helyezve egy időgép a mappon. Az a lényeg, nem szabad, hogy megtalálják, mindenáron meg kell ölnötök az összes Spirit SMP-t, kivéve minket. Azaz Gabit, Dravmelt, Simmerixet és a többieket. Szóval, egyébként griffeljétek szét az egész pult, amit tudtok, mindent szedjetek szét, ami itt van. Jó, mehet! Gyerünk! Az első célpontunk az Exilum volt. Gabi! Gyertek ide! Gyerünk! Gyertek! Itt a pucus! Az Exilumba! Ne, hagyjátok az Exilumot! Gyertek az Exilumba! Ne, de mi nem ezt akartunk! De ezt akartátok! Pontosan tudtátok, mire vállalkoztatok! Nem ezt akartunk! Pontosan tudtátok! Futás! Miután az Exilumot teljesen felrobbantottuk, a spawn felé vettük az irányt. Vége. Az egész szerver káoszba borult. Az összes emlék megsemmisült. Viszont amikor már minden veszett ügynek tűnt, Kovics felkeresett, mert beszélni akart velem. Kattos, beszélnünk kell! Mi történt? Ennek a 100 embernek semmi értelme, ez az egész felkelés felesleges, ezzel semmit sem fogunk elérni. Miről beszélsz? Nem látod, Gabriék, mit tettek velem? Egy hónapon keresztül kínoztak. Most végre ők is meg tudják, milyen igazán szenvedni ezen a szerveren. De milyen áron? Nézd rá a spawnra, az egész szerver romokba, és ez mind a katonák hibája. Lehet igazad van, de ezt már nem tudjuk visszafordítani. Túl sokan vannak, hogy megállítsuk őket. Hát nem is kell egyedül mennünk. Próbáld megkeresni a névteleneket, és kérd meg Gabiékat, hogy segítsenek. Én addig feltartom őket. Ezért felkerestem Gabit egy szebb jövő reményében. Én nem ezt akartam! Kattos, én nem ezt akartam! Most az egész szerver felrobban konkrétan. Meg szerettem volna neked mutatni, hogy bármit döntünk, ugyanaz lesz a végkimenetel. Akkor most mit csináljunk? Tudod, hol az időgép? Tudom, hol az időkép. Menjünk el. Csináljuk vissza az egészet, amit tettünk a szerverrel egyszer és mindenkorra. Szóval a Neppel és a névtelenekkel közösen elindultunk az időgéphez, hogy minden rosszat visszaállítsunk. Jó, és ezt akkor helyre fog állítani mindent? Hogyha jók a számításaim, akkor igen. És mennyire jók a számításaid? Hát, elvileg mindennek vissza kéne állnia. Hátulütő nélkül, vagy hát érted? Gyakorlatilag? Gyakorlatilag. Fogalmam sincs, hogy működni fog-e. Őszintén sajnálom, srácok. Semmi gond,
mindannyian hibázunk. Na, mi is sajnáljuk az Exilumot amúgy. Kicsit sok volt. Igen, itt vagyunk, itt vagyunk, itt vagyunk. Így utólag visszagondolva sok volt ez a Exilum. És szerintem rájöttünk mindannyian már fight közben. Pontosabban, amikor beléptünk az endbe, hogy ennek már nem volt sok értelme. Úgyhogy sajnáljuk. Én is, illetve szerintem ennyi idő után mi is rájöttünk arra, hogy ez így nem volt helyes. Sőt, igazából már az Exilumba rájöttünk, de még úgy éreztük, hogy van másik megoldás. Az egész nap, az első lélekháborútól kezdve minden, ami történt a szerveren, és minden, amit csináltunk, az a részünkről helytelen volt. És innenügy bocsánatot szeretnénk kérni, Gabi. Akkor ennyi idő után, barátok? Barátok. Készen álltok? Hát, ez egy jó futás volt, srácok. 4. 3, 2, 1.